az a kony az ilyen 5-6 millió forint volt, akkor fólia is, 1,5-2 millió fűtés, a lámpák. Közel 10 millió forintot fektetett vállalkozásába Bárdos Viktor az elmúlt időszakban. A férfi bátta széken termeszt csili paprikákat, amiből szószókat főz. Ezeket árulja. A koronavírus miatt most azt mondja, a csőd szélére került. Gyakorlatilag teljesen nullára redukálta az eladást ez a vírus. Ugye az éttermek, viszonteladók mindenben van zárva. A nagykerek is nem vesznek át árut, úgyhogy gyakorlatilag a nagyon kiváló eladásról teljesen nullára redukáltuk az eladást. Volt egy célom, én szerettem volna ezt a vállalkozást felfuttatni. Ugye nálam okosabb emberek is azt mondják, 3-4-5 év, mire egy jól működő vállalkozás beindul. Nekem ez lett volna az az év, amikor azt mondom, hogy most már a befektetett munka megtérül. A koronavírus fertőzésnek nem csak az emberi egészségre, de a gazdaságra is súlyos negatív hatásai lesznek, mondják a szakemberek. Az első érintettek a vendéglátók és a turizmusból élők, de a járvány végére minden ágazat veszteségekkel számol. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a legfontosabb kérdés a munkaerő védelme lesz. Nehéz hónapok jönnek most a gazdaságban. Elsősorban azt látjuk, hogy több ágazatban nagy visszaesés várható. A vendéglátás turizmus területén van ilyen, hát a közlekedés is, ami várhatóan növekedni fog ott a visszaesés, kezdődött a légi közlekedéssel, de a közúti közlekedéssel is hasonló, fuvarozásra gondolok én, tehát áruszállításra visszaesés. Visszaesés várható még, amire sokan nem is gondolnak, a feldolgozó iparban. Itt gyakorlatilag az a baj, hogy az alkatrész ellátásnál vannak gondok. Az alkatrészek zöme az kínai eredetű. Kínában ugye a bizonyos okoknál fogva gyakorlatilag nincs utánpótlás, mármint az eszközöknél. Ha ez mellett még van egy ágazat, ami most kezd kibontakozni, ez a szolgáltatás. Nagyon egyszerűen például a fodrásztól kezdve minden egyéb szolgáltatásban sajnálatos módon visszaesés lesz. Két oldalon megy a visszaesés. Egyrésztről van az egészségügyi oldala, ami a humán oldal, ami azt is jelenti, hogy munkaerőtől kezdve egyéb dolgokban lesz visszaesés. A másik oldalon megy konkrétan a gazdaság, és ez a kettő együtt sem fog hatni. Csak remélni lehet, hogy a folyamat gyors lefolyású lesz, és nem okoz súlyosabb károsodást a gazdaságban, mondja Fischer Sándor. Kétfajta lehetőség van, hogy még a nyár előtt le fog állni, ha komolyan meg tudjuk fogni ezt az egészet, ha nem, akkor körülbelül úgy októberig fog elhúzódni. Ezek a jobb verziók. És én azt hiszem, hogy miután mindenfajta intézkedés megtörténik, és úgy néz ki, hogy komoly kormányzati rendeletek, meg egyéb intézkedések vannak, hogy nem fog ez nagyon elhúzódni. Csomó embernek a munkahelyével lesz gond. Itt azt jelenti, hogy a korábban tapasztalt tendencia, hogy csökken a munkanélküliek száma, ez meg fog fordulni. Két dolgot tehetnek a vállalkozóink, egyrésztről csökkentik a munkaidőt, így próbálva átvészelni az egészet. Igénybe vesznek olyant, hogy fizetetlen szabadságot biztosítanak, de hát ez nem lehet, mert ugye gyakorlatilag jövedelmet kell juttatni. Itt a vállalkozóknak is, de a munkavállalóknak is van feladatuk, valahogy össze kell hangolni azt, hogy milyen intézkedések legyenek erre az átmeneti időszakra, amíg tart ez a válság. Meg kéne egyezni, hogy bizonyos munkákat kívülről, tehát végeznek el, ez a home office, tehát otthon végezik el, vagy a beosztását az időnek, például ami most történik a vendéglátásban, hogy gyakorlatilag délelőtt végzik a munkájukat, délután meg kiszállításra helyezik a hangsúlyt, tehát átcsoportosítják a munkaerőt a kiszolgálásról a házhoz szállításra. Tehát ez is egy lehetőség. De vannak olyan feladatok, ahol nem lehet megoldani ezt home office-szal, mert ugye egy kohót például nehéz lehetne így megoldani. Tehát itt komoly gondok vannak. Itt a munkaerő megtartása szerintem nagyon fontos, mind az államnak, mind a dolgozóknak, mind a munkáltatóknak, és közösen kell vállalni ezeket a terheket, hogy átmeneti időszakra
gyakorlatilag megteremteni az alapokat, hogy a munkaerőt biztosítsanak, amikor vége van a vírusnak. Mert ha most elküldünk embereket, akkor úgy járunk, mint 2008-ban, hogy kimennek dolgozni nyugatra, és azóta se tudtuk őket visszahozni.